15. alkalommal tartott teltházas újévi koncertet a Liszt Ferenc díjjal kitüntetett hegedűművész Mága Zoltán. A Papp László Budapest sportarénában rendezett esemény elsősorban a pedagógusok, a rendvédelmi és az egészségügyi dolgozók előtt tisztelgett. Számos Kossuth-díjas színművész mellett egy amerikai világsztár is fellépett. A gála díját idén Pangó Margit kapta. Hagyományoknak megfelelően dupla teltházas újévi koncertet adott a Liszt Ferenc díjas Mága Zoltán a Papp László Budapest sportarénában. A hegedűművész számos Kossuth díjas színész legendát és egy amerikai világsztárt is meghívott az eseményre, ahol a jótékonykodásnak is helyt adott. Nagyon örülök és igazán boldog vagyok, hogy a 15. Budapest újévi koncertünkre Magyarország büszkeségei fogadták el a meghívásomat, mint például Bodrogi Gyula, Molnár Piroska, Esztergályos Cecília, Rost Andrea, és persze nagyon örültem, hogy a két gyermekem is örömet tudott szerezni a nagyérdemű közönségnek. Délutáni előadás a pedagógusok, az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozók tiszteletére is meghívásukkal zajlott. Ma is köszönet jár az orvosoknak, az ápolóknak, a rendvédelmi dolgozóknak, hogy az év minden napján embertársaink életéért és egészségéért küzdöttek. Úgy vélem, az embermentő hősök a tapsot ma is megérdemlik. Tisztelet és megbecsülés jár azoknak a pedagógusoknak is, akik tudással vértezik gyermekeinket, és felkészítik a jövő generációját az életre. Köszöntsük egy nagy tapssal őket! Köszönetemet szeretném kifejezni Pintér Sándor belügyminiszter úrnak, hogy fővédnökként kiemelten támogatta a délutáni jótékonysági koncertünket. A különleges díszlet és látványvilág mellett rendezett jubileumi újévi koncerten hatalmas sikert aratott a fiatal díva Mága Jennifer, a 2019-es év Budapest dalverseny győztese, aki egy különleges dalt is elénekelt. Az aranylemezes énekes többször fellépett már a világ rangos színpadain, és többször énekelt már olyan világsztárok közreműködésével, mint a 16-szoros Grammy-díjas amerikai David Foster. A Kossuth díjas Rost Andrea kiemelte, Mága Zoltán valóban a legjobb előadókat hívja az újévi koncertjére. Már második alkalommal lépek fel ezen a fantasztikus rendezvényen, nagyon jól éreztem magam. Ez egy egészen kivételes szervezés, hogy már 15 éve így meg lehet tölteni ezt az arénát. Ennyi ember kíváncsi erre az érdekes és egyre szebb és színvonalasabb rendezvényre. A 27-szeres Grammy-díjas Quincy Jones művésztársa, az Amerikai Egyesült Államokból érkezett Sheila volt az est világsztárja, aki nem először lépett Mága Zoltánnal közös színpadra. It's always an honor to perform. Minden alkalommal egy megtiszteltetés Zoltánnal ezen a színpadon állni. Az Egyesült Államokban is nagyszerű munkát végez, ott is számos koncertje van, a menedzsmentje is elégedett a munkájával. Gyönyörködjünk még sokáig a lehulló hóbihékben. A nemzet színésze Bodrogi Gyula elmondta, számos alkalommal dolgozott már a hegedű művésszel. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja hozzátette, szerencsés, jól szervezett közös munka van köztük. Én már évek óta minden évben január 1-én itt vagyok, és csináljuk Zolival ezt a rendkívül kedves, jó hangulatos zenés dolgot. Három beter peskő mellé csak a Zolit hivatom. Örömteli nagy kihívás január 1-én beindítani az évet Balázs Péter szerint. A 80 éves Kossuth és Jászai Mari díjas színművész bízik abban, hogy a 2023-as év jobb lesz az előzőeknél. Végtelenül nagy szükség lenne a szeretetre, az egyetértésre, a barátságra, egyáltalában, hogy úgy tudjunk élni, ahogy az európai embereknek kellene élni. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja Lukács Sándor először lépett színpadra a hagyományos újévi koncerten, ami a több évtizedes karrierjében is különleges élmény a 13 ezer fős közönség létszám miatt. Hát az örök klasszikus Csárdás királynőből a Hajmási Pétert elénekelni, azt hiszem, hogy ez nem egy szégyenteljes feladat.
Hatalmas vastapssal fogadta a közönség a világ egyik leghíresebb és legrangosabb egyetemén a New York-i Juilliardon tanuló ifjabb Mága Zoltánt. Az újévi koncertdíját a Kossuth díjas művész, a cigányzene koronázott királynője Bangó Margit kapta. Ami nem más volt, mint hollóházi, egyedi tervezésű porcelán hegedű. Nagy büszkeség számomra, hogy Bangó Margit Kossuth díjas énekes vette át. Az elmúlt években nemzetközi sztárok is megkapták az újévi koncertdíjunkat, mint például David Foster, 16-szoros Grammy-díjas producer, Mándoki Leslie, Slomo Mintz, világhírű hegedűművész, de Törölcsik Mari és Szakcsi Lakatos Béla is közöttük volt. Hát ez valami csoda. Ennél szebb kitüntetés, hogy egy porcelán hegedűt. A hideg is kiráz most is, ha csak rá gondolok. 120 évig élni. Bangó Margit az előadásában azt énekelte, szeretne 120 évig élni, és ahogy elmondta, reméli, kap még az élettől sok időt. Három műtét után negatívek az eredményeim, és ennél nagyobb új esztendő, ennél nagyobb boldogság. Ha egészség van, akkor minden van. Magyarország egykori köztársasági elnöke Schmidt Pál állandó vendége Mága Zoltán újévi koncertjének. Most éppen a két lányommal jöttem, volt, hogy a feleségemmel voltam, barátokkal. Ez már természetesnek veszem, hogy így kezdem az évet. Boldog új évet Magyarország, boldog új évet Európa, boldog békés új esztendőt kívánok a világ valamennyi polgárának. Egészségükre!